Még akkor sem a színjátszás része volt a fontos. Katonaságnál esetleg nem történt valami, ott, ami... Ott már úgy mentem oda, hogy akkor viszont már fölvettek. Tehát akkor még volt olyan, hogy akit egyetemre fölvesznek, azt elviszik egy évre. Előfelvétel is katonának hívták őket. És akkor egy évet ott elkatonáskodtunk a többi, az eltésekkel, a szintészi művészetére, akit fölvettek. Uh-huh. Tehát az egy év is szörnyű volt, de hát az még a múlt rendszer egy furcsa találmánya volt, hogy hát majd férfit nevelnek belőlünk, és az 87-ben kezdtem el aztán a főiskolát végül, a színművészetit, és azt 91-ben azt elvégeztem. Onnantól kezdve tulajdonképpen érdekes történetek nem történtek, színész vagyok onnantól, imittam ott, mondjam az állomásokat? Tudod fejből? Azt hiszem, tudom. Ugye mivel a Marton László volt az osztályfőnök, a Víg Színház akkor igazgatója, ezért automatikus volt, hogy mindenki a Víg Színházban kezd. De mivel tanított minket a Babarczi László, a Asel Tamás, a Gotár Péter, ezért az is szinte automatikus volt, hogy, hogy Kaposvárra is megyünk. Tehát én Víg Színház, Kaposvár, és onnan aztán én tulajdonképpen szabadúszó lettem már egy-két évet talán a főiskola után, és aztán játszottam mindenféle helyeken a játékszínbe. Aztán, amikor Székely Gábor 96-ban az új színházat ugye megalapította, és oda egy társulatot szervezett, akkor oda mentem, de aztán, amikor már hát most őt leváltották, nem, mindegy, de akkor uh-huh. megszűnt az új színháznak ez az érája, aztán a másik éra jött, a Márta István, akkor én még egy pár évig maradtam, aztán jöttem, mert azt az elv megfogalmazódott bennem, hogy 3-4 évnél tovább nem érdemes sehol maradni, még ha társulati tag az ember, akkor se. Nekem. Mi könnyebb? A kömövesektől átmenni a hidegburkolókhoz, vagy egyik színházból a másikba? Hát egyik színházból a másikba azért nehezebb átvenni. Sejtettem. Tehát, hogy azért nem úgy van az. Ez úgy van, hogy az ember dönt, és nem úgy dönt, hogy már várja őt a megterített asztal a túloldalon, hanem muszáj előbb döntést hozni, és csak aztán elindulni. Igen. És benyitni bárhova, mert különben nem fogadják. Tudod, mi jutott eszembe, Attila? Az jutott eszembe, hogy kellett ez neked, ahol te végigjártad ezt a ranglétát, hogy így mondjam, hát, mert így legalább tudod, hogy te kinek játszol, kiknek játszol. Hát nem gondolod? De. Hiszen te akkor ismered az embereket, aki csak úgy végig burokba a főiskolán elvégzi, az se tudja, mi van. Igen, de ma már nincs szabály. Tehát ez lehet, hogy egy szép dolog, meg én se így akartam. Tehát ugye nem én terveztem, hogy majd én segédmunkásként fogok dolgozni, és aztán majd én végigjárom ezt. Ezt az élet hozta. Tehát nyilván én csináltam végig, de nem tudom, hogy tehát mivel nem akartam, ezért velem ezek megtörténtek. De az, hogy megtörtént, az valóban igaz, de nincs már szabály arra, hogy kell. Ahogy nézem a tévét, bárkiből lehet bármikor bármi. Tehát, például műsorvezető. Nincsenek szabályok. Például. Mint ahogy most te nemrég voltál, ugye? Fatert ne hagyjuk ki, a Faterig mondtam, hogy érjünk el. Hogy a Bece neved neked. Igen, de szeretnétek hallani biztos nagyon szép történetet, aminek majd nevetünk a végén. Nincs nagy történet. Köszönöm. Hát, akkor várjál, akkor megpróbálok. Ne, de hogy is, nem. De nem, hogy mégis hogy alakult ki. Úgy alakult ki, hogy ott apukámoztuk egymást, meg kisfiam, meg igen, nagyfiam, úgy együtt voltunk összezárva Zalaegerszegen a hadseregbe, kultúros akárkik, zenészek, színészek, leendő színészek. És akkor ott az apukám, faterkám, hozd ide, vidd oda, ugye mindig mentünk, mindenféle műsorokat adtunk a tiszteknek, a nőnapkor, meg november 7-én. Szép volt, hogy a tiszteknek nőnapkor, mert... Igen, a feleségeknek. Ja, az más, a november 7-én, leszerelési műsor. És akkor ott ugye pakolunk, apukám, tedd ide, tedd oda. És akkor valahogy rajtam ragadt ez a fater, de magam sem. De ez egy tudom. Ilyen tiszteletet... Hát, nem? Na jó, akkor nem. Fene tudja. Becenév, az végül is lehet, hogy az a
szeretet egy megnyilvánulása. Van egy kérdés, amit nem szeretsz, így nem is teszem fel, csak azt a részét, tudod? Hogy skatulja-e a reklám? Én nagyon szeretem ezt a kérdést. Nem visszolgok ettől. Azáltal, hogy csinálom, azáltal vállalom is. Tehát, hogy nem az, hogy én eltolom magamtól. Nem skatulja, ma már nem. Úgy érzem, hogy ma már a nézők, akár tévénézők, akár színháznézők, akár csak a mondjuk akik figyelemmel követik ezeket az eseményeket, hogy bekapcsolják a tévét, ugye, azok ma már tudják, hogy mondjuk a 90-es években még nem, de ma már azért szerintem tudják, hogy ez egy színész, aki elvállalt egy reklámszerepet, nem az ő gyereke, nem az ő felesége, de szívesen nézzük ezt a történetet, mint más sorozatokat a tévében, és akkor látjuk, hogy ő velük mi történik. Vállalható dolog, tehát egy család történetét játsszuk el, ugye onnan, hogy összejönnek, aztán gyerek lesz, aztán család lesz, aztán ház lesz, aztán mindenféle bonyodalmak történnek. Tehát még szégyelni való sincs rajta, tehát teljesen önmagamat kell nyújtani, tehát nincs benne olyan szégyelni való, nem tudom én, bármi, amiben esetleg bele lehet kötni. Tehát, mostanában nem csak reklámplakátokon látunk, hanem én amerre nézek, kin vagytok négyen. Igen. Óriás plakáton, a Madár Színházban van egy új büszkeséged. Van most, igen, a Szirtes szeretjük? Tamás rendezte. Szeretjük, abszolút, Sors Bolondjai ez a címe. És hát nagy sikerrel mutattuk be most. Pár mondatban elmondod, miről szól? Mert nem elmondom, miről szól, hogy van két pár, az egyik most ismerkedik, és ők a darab folyamán az ismerkedéstől eljutnak a házasságig. Mi, másik pár, mi már megismerkedtünk, a házasság előtt állunk, közvetlen az esküvő előtt, és mi meg azt az első egy évet éljük meg, mi alatt ők összeismerkednek, a házasság első évét. Uh-huh. És hát aranyigazságok vannak kimondva, és vannak happy eljátszva. End van? Abszolút happy end van. Tehát nincs csere vagy valami? Nem úgy, nem szerelmi háromszögekről van szó, hanem párkapcsolatról. Uh-huh. Én a Pikali Gerdával élem az enyémet, a Nagy Sanyi pedig a Balla Eszterrel az övét. Tehát így négyen szerepelünk benne, meg a Szente Vajk énekel az elején, meg a végén, meg úgy közbe is jön. Szereted? Nagyon, persze, ez nagyon, nagyon jó kis darab. De a szeretem az egy furcsa kérdés a színházban. Én már láttam embereket, akik szeretik nagyon a színházat, szeretnek ott dolgozni, játszani, rendezni, és mégse sikerül jót alkotni. Tehát a szeretetnek nem tudom mennyi köze van a dologhoz, nyilván van, uh-huh. de azért elsősorban azt gondolom, hogy ez mesterség vagy szakma, aminek tanulható részei vannak, tehát szeretet önmagában kevés. Tehát akkor, lehet, hogy én nem szeretek bemenni mondjuk este 7-kor, vagy nem mindig szeretek bemenni, mert ugye az már olyan egy csekkolt munkaidő, hogy 7-kor bizony elkezdődik az előadás. Van, amikor, ó, ma miért van előadás? Ne legyen már ma, úgy szeretnék egy kicsit. De aztán mégis bemegyek, tehát gondolhatná bárki. És elkezdődik, akkor már megy minden. Akkor viszont automatizmus van, tehát ott beindul minden adrenalin, minden izgulás, amennyi kell. Jön a szöveg, jön szembe a partner, onnan már akkor is százon ég a színész, hogyha mondjuk nem szeretett aznap este bemenni, tehát nem vonna le az értékből semmit. Tudod, mit kell csinálni ahhoz, hogy nekem megvágni ezt a műsort? Abba kell most hagynunk a beszélgetést. Jó. Köszönöm, hogy meghívtatok. Pécs 2010, Európa Kulturális Fővárosa, egy jövőkőutalvány. Köszönöm szépen. Fogad szeretettel, a Pécset jársz, akkor segítek eligazodni, hogy hogyan kerülhetsz fel a Zsolnai falra. Jó. Alexandra Jóvoltából egy gyönyörű könyv. Ó, köszönöm. Papa Dimitri Attilának egy CD-je, Ivánnak egy CD-je, egy könyve, egy EKF könyv, Villányi Bok Józsi, ködös barátunk, Bok küvéje és Ficsek úr személyes ajándéka, egy Szicsek pálinka. Nagyszerű. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm.